Jó estét kívánok, ez a Rekontra, Pannon TV keddesti vita műsora élőben 55 percben. Kicsi késéssel, de itt vagyunk ismét, lehet hozzászólni majd a műsorhoz. Megint elmondom, amit minden műsorban szoktam, ne akkor írjanak üzenetet sem a Facebook oldalon, sem a Pannon RTV oldalára. Amikor ismételjük a műsort, annak már nem sok értelme van. Itt a lehetőség, vendégeinktől kérdezhetnek, hozzászólhatnak, elmondhatják az önök meglátásait, de hogy mihez mondom már is a mai témát, mi van az asztalon, magevők, vegák és a hurka kolbászra esküdök. Azért is ez a téma, mert hogy végül is elkezdődött egy bőti időszak ilyenkor, mi sem aktuálisabb, mint az evés például, de mondom a vendégeket. Pusztai Zsuzsanna bioboltot vezet, ahol mindenki megfordul a megrögzött húsevőktől kezdve a legkeményebb diétát betartókig. Azt mondja, nem a szigorú diéták miatt lesz valaki egészséges, hanem attól, ha változatosan mértékkel táplálkozik. És akkor kérdezném mindjárt egy saját tapasztalatból. Anyukám hosszú éveken keresztül a csokoládégyárban dolgozott, úgy megutálta a csokoládét, hogy nem igaz, tehát nagyon ritkán eszi. Ha valakinek bioboltja van, akkor egy idő után rá tud még nézni ezekre a magocskákra, a gyógynövényekre fogyasztóként? Hát én minden évé vagyok. Tulajdonképpen, de a boltban minden megtalálható, tehát a csokoládé is megtalálható, csak gyümölcs cukorra, tehát egészségesebben is lehet enni. Úgyhogy szerintem nem lehet megunni, mert változatosan étkezni jó. Köszönöm szépen, innen folytatjuk, majd következő vendégünk egészen mást mond. Borsos Csaba, az Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztivál szervezője. Azt mondja, nem tudják, mit hagynak ki azok, akik nem fogyasztanak húst. Ő és a családja sem válogat, a húst pedig egyszerűen imádják. Mit hagynak ki azok, akik nem fogyasztanak húst? A húst. Mindenek előtt a húst. Hát ugye nagyon sokféle hús van, tehát aki diétásabban szeretne enni, az egy ilyen fehér húst, de mindenek előtt én a húst részesítem előnybe a táplálék. Mm-hmm. Zsuzsánál nem törzsvevő, ugye? Egyáltalán, azt sem tudom, hol van az üzlete. Köszönöm, majd folytatjuk. Harmadik vendégünk. Tímár Szilvia táplálkozási tanácsadó. A környezet és az életritmus hat leginkább az étkezési szokásokra. A mai rohanó világban eléggé elfajultak a dolgok. A mesterséges adalékok és a felesleges energiabevitel jelentik a legnagyobb gondot. De lehet-e ma E betű nélkül táplálkozni? Nagyon nehezen. Én kaptam egyszer egy ilyen feladatot az Ulmani tanulmány évek alatt, és hát egy nagyon nagy fejtörést okozott, és napokig tartott, mire egy ilyen étlapot el lehet készíteni. Sajnos, hogy itt tartunk. Mondjon egyetlen egy valamit, amiben mondjuk minimális mennyiségű E betű található. Hát még mindig ezek a házi készítésű termékek, és a hurkakolbász. Nem éppen arra gondoltam, de így gondoltam az ilyen tájtermékek, amik még megmaradtak, meg valójában tehát az ilyen magvak közül azok ugye természetesek, azok még nem tartalmaznak ilyen adalékanyagokat. Hogyha... Mások meg azt mondják, hogy a permettel meg a levegővel jutnak bele, egészen más természetű anyagok. Ott azért tartunk ottan, hogy van ez a biotermesztés, ami ettől mentesít minket. A bioeső esik például. Igen. Köszönöm szépen, következő vendégünk. Paskó Csaba, szakács. A gasztronómia is egy-egy nép kultúrájának a része. Az embereknek csak egy kis rétege követ különböző diétás étrendet, és ezt már szinte szektaszerűen művelik. Egy normális, egészséges embernek mindent kell lennie. Böjt van. Mit teszik böjtben egy plébános, aki szakács? Mi azért katolikusok előnyben vagyunk, hogyha ezt előnynek lehet mondani. Változatosság és a változatos étrendhez hozzátartozik, hogy az ember nem kell minden nap húst tegyen hússal. Én magam is a táplálkozást egy kiegyensúlyozott és egy változatos étrendben tudom elképzelni. Pénteken van nagy böjtben, és adventben úgymond előírt szigorú böjt
Ez katolikusok részére annyit jelent, hogy nem fogyasztunk húst, de tejtermékeket, halat és minden mást viszont igen, ehetünk. És hogy mit jelent a böjt, ugye, tehát itt azért nem később, csak... Jó. Nem csak, hogy igen, lehet róla majd később róla. Lelki csak, dolgok is vannak benne, de mindjárt átérünk. Jó, mutassuk meg előtt az ötödik vendégünket. Lehet. Kálló Béla évekig vegetariánus volt. Élete legjobb időszaka volt az a néhány év, amikor nem fogyasztott húst. Soha nem érezte jobban magát a bőrében, mint akkor. Ma már mindent teszik, de vissza szeretne térni a vegetariánus étrendre. De hogyha soha nem érezte jobban magát a bőrében, mint akkor, amikor vegetariánus volt, akkor rosszul akarta magát szándékosan érezni, és azért, vagy mi történt? 3 hét szörnyűséges éjszaka, amikor kulennal álmodtam. Ennyi a történetem. Elmentem a Rúdicsba, megvettem, megettem. Ne reklámozzunk, jó? Ennyi a történetem. És igazából, ez mikor történt? Tehát csak, hogy tudjuk így időben, hogy mióta szeretne visszatérni újra. Hát úgy nagyjából 3,5 éve, 3 éve. Ez olyan, mint a dohányos, aki leszokik, vagy leszokóban van. Vendégeket tehát látták, most pedig nézzük az első mondatpárt. A mondatok ma sem szerkesztőségünk álláspontját tükrözik, internetes fórumokról szedegettük az örök igazságokat, például a következőket: ne azért élj, hogy egyél, hanem azért egyél, hogy élj. A másik mondat pedig: több, mint biológiai működés, a táplálkozás a kultúra része. Lehet hozzászólni. Túljelentkezésnél legyen. A táplálkozás a kultúránk része, én nekem nagyon tetszik. Már ez, hogy ne azért élj, hogy egyél, hanem azért egyél, hogy élj. Ebben már azért úgy belekötök, mert én sokszor... Igen, én akartam most rögtön belekötni, mert hogy szakácsként ismerjük Önt, és hát tele lövi a Facebookot is különféle ötletekkel, tehát itt valami sánti, de még jó, hogy mindjárt módosított, tárnyalta. Természetesen itt azért én hozzátenném azt, hogy az embernek azért a kultúrájának a része, és sokszor hozzáteszem egy-egy ételhez, egy jól kitalált ételhez, mert azért az ember tud csodálatos dolgokat alkotni, és még egy böjti étel is lehet nagyon ötletes, úgy, hogy a böjt szellemében benne van, de ahogy mondtam már az előbb, hogy azért a böjt az másról szól alapvetően, mint az, hogy éppen mit teszünk, mert kaviárral is az ember tehát betegségig eheti magát, de nem, ez, nem biztos, hogy ez a helyes, és nem biztos, hogy ez a lelki úton vezető dolog a böjt, a lemondás, az áldozatvállalás. Ellenben ne azért élj, hogy egyél, ezzel nem egyezem teljes mértékben, hiszen egy-egy étel, egy jól kitalált étel, amiért érdemes élni, szoktam én volt mondani. Van ilyen? Természetesen, hát annyi kulen szín... például. Kivéve, amikor az ember valamilyen ételnek a megszállottja lesz, és onnantól kezdve nem tud másra gondolni, csak így arra. Van. De miért nem ennél az ember egy jó hurka-kolbász fesztiválra? Ugyanakkor viszont rendszeres látogatója vagyok a bioboltoknak is, mert a csicseri borsó és a köles, és hát nem olyan régen megalkottam egy külön desszertet, a köles gombóc csokoládéval töltve és eper ragúval, ami már nagyon sok fórumon hihetetlen sikereket ért el. Tehát megint visszatérek ahhoz, hogy a táplálkozás a kultúránk része, nagyon sok szép örömforrás lehet az ember számára, ha ezt az ember kiegyensúlyozottan és normális keretek között műveli, és ugyanakkor meg kell ismerni, tehát ez is egy olyan, mint ahogy a szépirodalmat, a költészetet, egy népnek, egy nemzetnek, a franciáknak, az olaszoknak a táplálkozási kultúráját megismerni, ez egy hihetetlen gazdagság. Arról is beszélve, hogy mennyire erős akár család, vagy tehát szociológiai értelme, mennyire család megtartó ereje tud lenni, hiszen nálunk, hogyha táplálékról van szó, akkor az egy család összefogó erő. Tehát hihetetlen módon meg tudjuk beszélni azt, hogy éppen mit tegyünk. És hát annak... erről nekem más véleményem van, mert ha otthon megkérdezem, hogy mit főzzek, akkor hát amit szeretnél, hát nem szeretnék igazán már néha semmit, de
persze, hogy működik a dolog. Egyes ember nem válogat, barátom. Megeszik mindent, úgyhogy... Hát valójában azért a családban olyan szinten mondjuk rá azok a vasárnapi ebédek, vagy az ünnepi ebédek régebben, ezek úgy összetartották mindig a családot, azok hozták össze, hogy akkor az az ünnepi ebéd, az az együtt a család, és akkor úgy... Többet az ebédből indult az a része még van, persze, csak az a része hiányzik nálunk otthon, hogy akkor megbeszéljük, hogy mit együnk, ez nem így működik. Igen, az fontos. Az viszont fontos. De én azt hiszem, hogy normális családokban ez megmaradt mai napig is. Legtöbb esetben legalább vasárnap azért a család össze tud ülni, és ünnepnapokon mindenféleképp. És arról nem is beszél... Ja, bocsánat. De nyugodtan. Ne, arról nem is beszél, hogy ezeket a hagyományokat hogyan kell aztán továbbadni. Mert ugyanis azt tettem, ne, ebben nem teljesen értek egyet, mert azt látom például, hogy például a fiatal generációknál ez a széthúzó erő azért elkezdett rendesen rombolni. Tehát, hogy vasárnapokként már nincsenek otthon, az igyekeznek másfajta foglalatosságokat találni, és a vagy szülők... Vagy még nem keltek fel. Vagy még nem keltek fel. Tehát igazából olyan fontos dolog ez. Ez egy nagyon nagy elszegényedése lenne ennek. Én akiket ismerek, legtöbb esetben ott van, de nyilván vannak más példák is. Nézzük akkor a hurka-kolbász oldalról az egészet. Hurka-kolbász oldalról? Hát az igaz, hogy a Hurka-kolbász fesztiválnak ugye én vagyok a főszervezője, de nem csak hurkát, kolbászt, tehát én minden hús párti vagyok. Nagyon sok vadhúst eszik a családunk, ugyanis vadászom is, és változatos. Na most ez mellett azért nálunk megvan a hús mellett, hogy a szerdai nap az tésztanap, és a pénteki nap az úgy szintén tésztanap, tehát azért nem húst hússal eszünk. De várják például a csütörtöket, vagy a szombatot, nem? Hát... Vagy legalábbis vacsorára sűrű eszünk hús, nem? Tehát katolikus ember vagyok én is, bőjtött szigorúan beszoktam tartani, sőt, most Hurka-kolbász fesztivál előtt 40 napig diétáztam, 17 kilót sikerült a fesztiválra. Lefogyni, igen. Ugyanis hát azért az ember, mi fajta népünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy mi nem eszünk, hanem úgymond zabálunk, és akkor nem tudjuk, hogy... Ez majd a következő mondat lesz, ne ugorjunk még annyira előre, hanem nézzük meg ezt a magvas dolgokat is. Kik vásárolnak? Tehát van-e olyan embertípus, aki inkább kipróbálja bio dolgokat? Hát 2,5 éve vagyunk nyitva, és a tapasztalat azt mutatja, hogy még az emberek annyira nem tudják, hogy pontosan mit árul egy biobolt, és mi a kínálata. Sok ember azért fordul hozzánk, hogy már baj történt, tehát gluténérzékeny, akkor olyan terméket keres, ami neki megfelel, és tud fogyasztani, vagy egy cukorbeteg se tudja mindjárt abban a pillanatban, hogy mit is tud megijed, és nem tudja, hogy mit tud enni, akkor most összedőlt a világ, és nem tud többet semmit enni. Tehát ez nem így van, hogyha bejön valaki vásárolni, akkor egy bioboltban meg tudják mondani, hogy mit tanácsolni, hogy mit étkezhet egy laktózérzékeny, gluténérzékeny, egy cukorbeteg, tehát nem csak magvakat árulunk, hanem olyan termék. Egészségesek nem szoktak betérni. De vannak olyan emberek is, akkor inkább megelőzik, vagy egészségesen táplálkoznak, de főleg azt mutatja a tapasztalat, hogy aki már megbetegedett, ők választják ezt a Még szétkezést. A táplálkozás szakértőnek adnék ebben a blogban egy kis helyet, mert hogy például mit mutatnak azok a dolgok, amelyek a hurka-kolbásztól indulnak a csokival töltött köles gombócig? Mit mutatnának valójában? Tehát azt mutatják, hogy az embereknek szüksége van egy úgymond új ízvilágra is, szükségük van a hagyományos ízvilágra is, ugye? Tehát nem tudjuk teljesen kitörni azt, hogy most hopp, hurka-kolbász volt 30-40-50 évnek ezelőtt egy szezont, mert hát akkor úgy volt, hogy tényleg csak ebben a téli időszakokban volt, tehát nem volt egész évben jelen, mint ahogy most már ugye a tartósítószerek meg a többivel ezt el lehetett érni. És akkor annak egy olyan varázsa volt, hogy akkor az 1-2 hét, az 1-2 hónap az azzal múlt, hogy akkor lejelen volt, megették, és eltűnt az asztalról. De most ez egész évben jelen van, és akkor így többször túlzásba esnek az emberek, hogy úgy mondjam. És olyankor keresik fel önt?
Vagy valójában igen. Valaki? Hát most én nem olyan környezetben dolgozom, ahol igen, de valójában igen. Tehát még dolgoztam tanácsadó irodában, nagyon sok a probléma, de az az igazság, hogy most már gyermekkortól indulnak. Tehát valahol úgymond a családok sem tudnak egy közös nevezőt húzni abban, hogy a gyermekeknek azért mutassunk valamit az újból is, és próbáljuk meg azért a helyes étrend felé terelni, nem azzal, hogy most teljesen kitöröljük a múltat, és nincsen hurka, kolbász, meg csokoládé, csak valójában itt a mennyiség és a beosztottság, hogy milyen sűrűn mit lehet enni. Ez a probléma nálunk, én úgy vettem észre. Folytatjuk mindjárt, előtte azonban reklám. Csatlakozzon a Szatrak digitális televízióra, és élvezze a nagyszámú új csatornát, amit eddig nem tudott követni. Alapcsomagunkból több mint 140 SD és HD csatornát követhet, mindössze havi 1 dinárért az év végéig. Csatlakozási díját pedig 12 havi részletben is fizetheti, mindössze havi 200 dinárért. www.szatacable.tv. A Kutyaszdrávia Poliklinika Perfect Vision lézeres szemsebészeti központja 2013-ban elnyerte a legeurópaibb női cégdíját. A legjobb megoldás az ön szeme számára, hisz a szolgáltatások széles palettáját nyújtja. Ultrahangos szürkehályog műtétek, cukorbetegek lézeres látásvédelme, az időskori makuladegeneráció és a glaukóma korszerű kezelése és még sok más. A díj elnyerése alkalmából 25%-os kedvezményt adnak a multifokális intraokuláris műlencsék beültetésére és a látásjavító szemműtétekre. A szemüvegmentes életért. Válassza a legjobbat az ön szeme számára. Pusztai Zsuzsanna, bioboltot vezet, ahol mindenki megfordul a megrögzött húsevőktől kezdve a legkeményebb diétát betartókig. Azt mondja, nem a szigorú diéták miatt lesz valaki egészséges, hanem attól, ha változatosan mértékkel táplálkozik. Borsos Csaba, az Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztivál szervezője. Azt mondja, nem tudják, mit hagynak ki azok, akik nem fogyasztanak húst. Ő és a családja sem válogat, a húst pedig egyszerűen imádják. Kálló Béla évekig vegetariánus volt. Élete legjobb időszaka volt az a néhány év, amikor nem fogyasztott húst. Soha nem érezte jobban magát a bőrében, mint akkor. Ma már mindent teszik, de vissza szeretne térni a vegetariánus étrendre. Tímár Szilvia táplálkozási tanácsadó. A környezet és az életritmus hat leginkább az étkezési szokásokra. A mai rohanó világban eléggé elfajultak a dolgok. A mesterséges adalékok és a felesleges energiabevitel jelentik a legnagyobb gondot. Paskó Csaba, szakács. A gasztronómia is egy-egy nép kultúrájának a része. Az embereknek csak egy kis rétege követ különböző diétás étrendet, és ezt már szinte szektaszerűen művelik. Egy normális, egészséges embernek mindent kell lennie. Így van, az evés a mai témánk, és megyünk tovább a reklámok után a következő mondatpárral. Mi árnyaltabban fogalmaztunk, a mondat így szól, nem pedig úgy, ahogy Csaba mondta, a többség nem eszik, hanem habzsol, a következő mondat pedig vagy túlél, margarin párizsi. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy habzsolunk, mert hogy rohanunk, meg igyekszünk rajta gyorsan egyrészt túltenni, másrészt meg ez a rituálé hiányzik, a szertartás része, az együttlétnek a része, az élvezet része az evésnek, de miért? Én azt gondolom, hogy ennek igazából, tehát lesz még lehet fokozni, és fokozom is, amikor állva eszek. Tehát, hogy egyszer már oda se jutok, hogy üljek. Még jobb biciklin. Biciklin, igen. Ez még ettől is. És ezt magamon vettem észre. Tehát, hogy... Saját példát hoztam én is. Igen.
És ilyenkor hát szüksége van a feleségemre, aki bizony igen komolyan figyelmeztet erre, tehát hogy az emberi organizmus, tehát maga a test mit bír el és mit nem bír el, és mi az egészséges és mi a nem az egészséges. Tehát hogy nem engedni ennek a fajta ritmusnak, amiről az előbb beszéltél, hanem igenis megadni a testnek, amit ő kér. Tehát ezt a habzsolást, vagy ezt a fajta hedonizmust, amiről itt beszélünk, ezt visszaállítani egy olyan szintre, ami egy egyensúly, a természet, a test és egyáltalán, tehát valamiféle egyensúly állapotában. Itt az előbb elhangzott egy mondat, nekem nagyon tetszett, hogy a régiek igen, sertést tartottak, disznót vágtak, disznó toros volt, de ez ugye egy meghatározott időben volt az évnek, és utána voltak szárított húsok, füstölt dolgok, amiket el tudtak tenni, viszont ez nem volt egész évben, nem úgy, mint most, hogy van mélyhűtő, van tartósítószer, és hát ugye vannak jól felszerelt mészárszékek, bármikor tudok disznótorost vásárolni, és ha valaki úgy gondolja, akkor akár disznótoros tehet disznótorossal minden áldott nap, amely nem biztos, hogy egészséges úgy, hogy közben egész nap számítógép mellett ülök, és ilyen munkát végzek. Nagyon tetszett az, hogy ugye elhangzott itt, hogy a régi ember az mindig tudta, hogy mik a szezonális dolgok. Hogyha megy szezon volt, akkor ezer egyféle megy dolgot, és kompót beeltett, és az úgy ott volt mindig. Úgy szintén borsó, zöldbab, mindennek megvolt a maga szezonja, megvolt a maga ideje, amikor ezt fogyasztották. És ami miatt ez a vagy habzsolok, vagy párizsin élek, ez pedig szerintem azért van, mert annyira felgyorsult a világ, napokban beszélgettem barátaimmal, hogy mit csinálnék ma mobiltelefon nélkül. Nyilván volt élet ugye mobil a mobiltelefon előtt is, de nem tudom, hogy mit tennék. Viszont ez annyira felgyorsított dolgokat, hogy egyszerűen ténylegesen nincs időnk sem egymásra, sem önmagunkra, és ez a legszomorúbb az, hogy egymásra sincs időnk, de önmagunkra se. A táplálkozásra sem hagyunk időt. És ez nagyon fontos, hogy az ember, ha kiegyensúlyozottan táplálkozik mindent, és megtartja azokat a régi szokásokat, hogy volt tésztanap, volt húsnap, amikor dél volt, akkor az ember leült tisztességgel, és nem kell ehhez nagy rítus, de megterítek, megadom a módját neki, kanállal, késsel, villával eszek. Ne adj Isten, délután egy fél órát siestázok, most lehet, hogy van, aki azt mondja, és kiengedheti meg ezt ma magának. Én mindig azt mondom, hogy kell erőt venni az embernek az életben változtatni dolgokon, mert fel kell tenni magának a kérdést, hogy meddig akarok élni. 40 évig, vagy szeretnék egy kiegyensúlyozott, nyugodt, egészséges életet. De pakliba az is benne van, hogy meddig szeretném megtartani a munkahelyemet például, mert a délben azt mondom, hogy én most ebédelnék, utána egy fél órát siestáznék, mert sokáig szeretnék élni, az nem biztos, hogy nagy szimpátiát vált ki. Olyan munkát kell választani. Mindjárt egy pillanat, Zsuzsát szeretném bevonni a beszélgetésbe, mert nagyon elcsendesedett itt. Ugye azt mondta, hogy mindenevő. Ez mit jelent? Vagy ez tudatos? Vagy... Tehát a változatosság kíve vagyok, eszem a húst is, a zöldségféléket is, a magvakat is. Tehát a magvak is nagyon fontosak, a dió, a mogyoró, a gyerekek számára is, és a felnőtteknek is, úgyhogy én mondom, hogy a változatos, de nem mondhatom azt, hogy... De mérlegel otthon? Tehát van egy ilyen szigorú szabály, hogy méricskél, hogy mindenből meglegyen az a szükséges, nem? Nem. Önöknél? Mi nagyon szeretjük a füstölt kolbászt, megy kompóta. Itt az előtt, hogy említették a megy szezon, tehát megesszük a füstölt kolbászt, megy kompóta is, meg annélkül is. Nem feltétlenül tartósító szeres húskészítményeket fogyasztunk, tehát amennyire csak lehet, azokat azért elkerüljük. Mélyhűtött húsokat igen, de tartósító szer, meg a több különböző adalékanyagoknak én nagyon ellene vagyok. Tehát
És ezt tudatosan kerülni is kell, ezeket az E-betűs élelmiszereket, így van. Mert igen, hogy lehet? Beszéltünk, és ez nagyon-nagyon jól hangzik, mint csak én azt vettem észre, ez a párzsi szindróma. Igen. Azt vettem észre, margarinna, úgy az igazi. Pontosan a feleségem példáját szeretném felhozni, aki azt mondja nekem erre, igen, de az íze. És ő behoz nekem öt fajta olyan párzsit, ami egyik a másikat licitálja túl ízben. És ennek nincs vége. Tehát ez valami olyan hajhászás az ízvilágban, aminek nincs vége. Tehát én nem tudom azt mondani neki egy kolbász, amikor egyszerűen a párizsi ezt túl licitálja ízben. És arról nem is beszélve, hogy különböző chipsek, meg nem tudom milyen hülyeségek, amik már békönös ízben, meg nem tudom miben nem kaphatók. Tehát ezek számomra szörnyűség, számára pedig valami élvezet, valami kielégülés. A feleségem az vakvágányom van, mert a párizsiban, a kolbászként. A párizsiban nincsen hús, tehát párizsiban van bőrke, van zsiradék, szója és különböző ízesítőszerek, úgyhogy százalék-adalék. Én meg fogom adni a feleségem telefonszámát önnek, és nagyon szeretném ezt elmagyarázni. Én szeretném önnek hozzáfűzni azt is, hogy valójában itt erre törekszik most valójában ezek, akik termeléssel foglalkoznak, hát akik ez ezzel nem termelés. Hát de valójában ezek a dolgok arra jutnak ki, hogy minél több aranyaganyagot beletegyünk, hogy azt ráhúzzuk valójában az embereket arra, hogy most ezt ne tudja abba hagyni, mikor elkezd élni. Tehát egy olyan ízvilágot tárulunk elé, amivel ő akármit megfőz otthon, annak esetleg nem lesz a íze, csak azért, mert az adalék valamivel jobb, de közben semmi tartalma nincsen. Ezek tartalommentes ételek, tehát olyan szinten, ami a szervezet biológiai részére. Igen, írtó mennyiségű párizsi el tud fogyni, és mindenki fél óra múlva éhes. A kolbásza ilyen probléma. És a másik meg az, hogy ugye egy pillanatok alatt elérik azokat a maximumokat, amiket abból az adalékokból ugye előre vannak látva, hogy naponta nem szabad túlhaladni per testtömeg. De mi van, ha túlhalad? Hát akkor jönnek létre ezek a rákosodások, meg ezek a többi újdonsült betegségek, amiket most nem tudunk. A savasodás is, igen, de magában eleve a rákosodást is nagyon sok esetben rákkeltő anyagoknak tartják őket. Tehát nagyon sokat vonnak kérdőív alá, hogy most visszavonják, vagy nem vonják vissza, folynak a kutatások, ugye, de viszont néha melyiket úgy eltűnik, na akkor találnak helyébe valami másikat, nagyon hasonló, csak egy kisebb változtatással. De valójában azért nagy a részéről azért be lehetett bizonyítani azt, hogy bizonyos mennyiség fölött igenis a rákkeltő hatásuk van. Na és akkor adjuk hozzá ugye a mindennapot, a mindenhetet és a minden hónapi szinten való fogyasztást. Na, párizsinak egy másik változatát szeretném elmondani, szintén saját példából. A legkisebb fiam mindenevő volt pici gyereknek. Tehát a szalonnán saj, túró, gyümölcs, minden jól jött neki, és mindenből nagyon jó ízűen evett. Még egyik pillanatban nem kapott pástétomot. Hát onnantól kezdve csak azt volt hajlandó enni, de tényleges éveken keresztül, két és fél évig csak és kizárólag vacsorára, reggelire pástétomot volt hajlandó enni. És most, hogy így megvontam tőle, mert már elég volt, és azt mondja, neki hiányzik az a pástétom. Mert mi van abban? Hát az, hogy az adalékok egy olyan ízvilágot, egy valamit az érzékszervekre kihatnak, és ezáltal az agyba egy olyan impulzust küldenek, amivel azt mondják, hogy hát ez most nagyon finom, és ezt nem lehet semmivel helyettesíteni, és állandóan valami, egy ilyen függőség valójában, hogy is. Ettől még durvább, hogy ne mondjak neveket, de amerikai gyors éttermek, igen, amelyek igen, ide kerülnek, és a gyerekeket azzal jutalmazzák, hogy elmegyünk oda a városháza alá, és akkor nem tudom én milyen finomságokkal, amelyek köztudottan olyan betegség, egyrésztről pszichikai függőséget okoznak, mint ezek a bizonyos pástétomok, és utána pedig olyan károsodást, olyan szervi károsodásokat okoznak, amelyeket tudatosan kellene otthon kerülni. Pástétomokat lehet fogyasztani, ha már ez a Facebookról van szó. Én nagyon sok, például a Facebookra is felszoktam tenni, nagyon sok pástétomot készítek. Igen, de az nem az, és ez a válasz. Ugye ez nem az, ez nem pástétom. És ennek egy kultúráját kell teremteni. Én ezért szerepeltem, és ezért örültem, hogy Borbás Marcsi Magyarországnak egy gasztro arculata, angyalja megkeresett, mert tudtam azzal azonosulni, azzal a misszióval, amit ő felvállalt, és amit ő csinál, mert ő nem csak egy szórakoztató műsort csinál, és azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, ha ennek a műsornak is lenne egy ilyen kicsengése, hogy
egy házi készítésű kolbász hurka, most, hogy maradjunk ennél, mert ez szimbolizál valamit, de ugyanígy egy jól tartott sertés, amit az ember megvásárol, minőségi húst, mert tudom a városba, hogy hova megyek és hol tudok minőségi húst vásárolni. Úgy szintén köreteknek bármi mást, ami a bioboltban megvásárolható. A bioboltokat különben meg kellene ismerni. Szerintem, hogyha... De a rendes üzleteket is meg kéne ismerni. Én hízlalok is sertéseket, és figyelj, de egyetlen egy hentes üzletben se tudsz venni manapság már olyan disznóhúst, amelyik idősebb 6 hónaptól, mert ami 6 hónaptól, tehát az anyakoca az megy földolgozásra, viszont a mai hízó meg nem több mint 6 hónapos hízlalási ciklus le van rövidítve 90 napra, 20 kilótól 100 kilósig. Ez megint koncentrálatok. Tehát csak így kifizetődő a hízlalás, tehát én azon az oldalon is ott vagyok, emezen az oldalon is, úgyhogy érthető. Sajnos baj van, nagy a baj. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát pontosan az okozza, hogy nem mutatunk fel alternatívát arra, hogy párizsi kontrahús, vagy nem tudom én, fölvágott kontra tiszta hús. Tehát, hogy egyszerűen van valamiféle kényelem, egyfajta szokásrendszer, amiben belekényelmesedtünk, és ebből kellene igazából kimozdulni. De hát ez hogyan történhet meg? Számomra ez úgy történt meg, hogy egy olyan családba kerültem bele, ahol az após az húsevő, imádja húsokat. És önálló például a szalámi az egy tiltott étel. Tehát mindaddig még nem látta meg a hús lehetőségeit, elkészítési lehetőségeit, számomra az a szalámi volt az alternatíva. És innentől kezdve nálam most már a szalámi egy X helyet foglal el. Egyszerűen alternatívákat kell keresni. Hogy nem lehetett, hogyha az meg a párizsi... Az ő nem... is kezd áttérni. Ja. És itt még hozzátenném azt, hogy például sokszor magyarországi vendégek vagy osztrák vendégek eljönnek, és azt mondják, hogy nálunk még jelen van, még ha nyomaiban is, de még jelen van az egészséges tápanyag beszerzésének a lehetősége. Mert tegyük hozzá, ha kimegyünk a tejpiacra, azért Borbás Marcsnak is felcsillantak a szemem, amikor meglátta, hogy hát ott a gyönyörű szép házi tejföl, vagy a házi készítésű tejszín. Igaz, hogy variál a minősége, mert a Maris néninek most éppen előző hónapokban ellett a tehene, és most nem olyan minőségű tejet adott, de más, mint amikor az ember állandó egy minőséget, és különböző bevásárló láncoknál vásárol, és azt mondja, hogy hát igen, ezt én már megszoktam, megszokott ízek, de tele ébetűkkel, amelyek utána rákkeltőek is. Jött egy nézői hozzászólás, nagyon jó a hús, de vajon a pénztárcánk bírja, inkább az olcsó párizsit, akár rákkeltő, akár nem. Igen, sajnos megváltozott az étkezési szokásunk az elmúlt 3 évben, és nagyot változott. Itt a hús kínálat és kereslet tén ez nagyban kimutatódik, és érdekes, hogy az idén például, mivel a sertésnek az ára magasabb volt az elmúlt évekhez viszonyítva, a bárányra még nem volt akkora kereslet, így a bárány ára, tehát a bárány egész évben kereset volt, és az üzletekben szinte a sertés hússal egy szinten volt. Na már most, ma, ha bemennek a hentes üzletbe a vásárlók, akkor azok nem 2-3 kilójával veszik a húsokat, hanem 1-2 vagy 3 szeletet vesznek belőle, mivel hogy drága, tehát a bevásárlói kosárba kevés pénzt tudnak az emberek a húsra fordítani, és ezért veszik meg az olcsó párizsit. De egyébként különben az 1 kiló virsli árából lehet venni mindenkinek otthon egy-egy szelet húst. Tehát, hogyha az alternatívákat nézzük. Azt tudom adni, hogy fél kiló szalámi, vagy egy pici szelet hús, lehet, hogy a húsból jobban lakok. Tehát jobban telít. Egyszerűen jó lakok. Ennyi. Nem is tudom, hogy mennyibe kerül a párizsi, mert én elből nem vásárolom. Ellenben
Érdemes lenne, és érdekes lenne egyszer egy felmérést csinálni. És akkor mindjárt megadom a szót, hozzuk be most a harmadik kártyát a mondatokkal, mert hogy már nagyon szépen belemásztunk ebbe, ne utólag kérjem. Olvasom, belegondoltunk-e már abba, hogy hogyan befolyásolják vásárlási szokásainkat az egészségesnek álcázott reklámok, vagy hogy milyen trükköket alkalmaznak az élelmiszeriparban, erre már egy picit kitértünk. A másik mondat pedig minden olyan táplálkozási divatról, amely bizonyos ételek tiltásáról szól, előbb-utóbb kiderül, hogy csak humbug az egész. És ez változik. Igen. Folyamatosan változik. Amiről egyszer azt állították, hogy tiltott lista, az később bevezetődik. Igen, de egyébként a bióról is nagyon sokan azt mondják, hogy dehogy bió, csak ráteszik a papírt, hogy az hát, bió. Hát amelyik rajta van tényleg, hogy bió, tehát az be van vizsgálva, organikus, az a valóban vegyszermentes és bió. Tehát meg kell nézni. Bio szerintem tiszta bio nem létezik, mert arra a gyümölcsre is, az a savas eső esik rá, meg a sárga répára is, meg mindenre. Tehát... Arra igen, csak el vannak kerítve ezek a bio tanyák, vagy bio gyümölcsösök, és akkor ilyen sába meg kell legyen egy feltétele, hogy lehet egy biogazdaságot. Azt tudom, hogy itt is egyre több biogazdaság van, és ott szigorú szabályok vannak, hogy... És laboratóriumilag ezek bemérhetőek, tehát ennek én is többször már utána néztem, és utána jártam, és ténylegesen. Tehát csak ezekkel tényleg az a probléma, hogy ha már az itteni ember, tehát 100 dináros különbség miatt, mert ugye itt az előbb már elhangzott, hogy körülbelül 230-40 dinártól már lehet párizsit vásárolni, olcsó párizsit, de egészen 400 dinárig van, hát ebből már akár húst is lehet venni szerintem, és táplálóbb is, és jobb is, viszont a bio ételeknek viszont az ára nagyon magas. Ebben még én is tehát elgondolkodom, hogy amit éppen el szeretnék készíteni, elkészíthetném bióból is, de még én is elgondolkodom, hogy érdemes-e ennyit fizetni a bioért. És Nyugat-Európában, ahol az ember nem teszi fel a kérdést, mert van 2000-3000 eurós átlag keresete, ott könnyebben megengedhet, és könnyebben filozófiát csinálhat ebből. Még itt nálunk azért ténylegesen itt anyagi korlátok is vannak, amelyek befolyásolják a vásárlási szokásainkat. De ténylegesen sokkal drágább bioételt. Az százalékban mennyit jelent? Hát jóval magasabb az ára. Tehát majdnem duplája is lehet. De tehát a termesztési feltételek is sokkal költségesebbek, tehát ott meg... Tehát ott nincsenek azok a hozamok, mint ennél, ahol ugye jó beadalékozzuk, és akkor megtörténik az, hogy most nagyon jó lesz a termés. Tehát ez ugyanígy van az állattenyésztésben is valójában, ugye a sertéseknél is, ahol mostan jól megetetjük ezzel a koncentrátokkal a sertést, akkor ugye egy-kettő megvan a kiló, utána valójában lehet, hogy vizet kapunk kevesebb hússal, vagy ilyesmi, tehát ezek is előfordulnak, és ez ugyanígy van a növénytermesztésben, tehát ott is ugyanez magyarul a gond. Ez a bizonyíték arra tulajdonképpen, hogy ez az iparág mennyire elcsúszott. Igen, nem arra megyünk, hogy minőséget termeljünk, hanem abban, hogy minél nagyobb mennyiségben, minél olcsóbban, de legyen tehát. Nagyon jó, hogyha az embernek van egy saját kis udvara, ahol az én kis biokertemet fel tudom tartani, ahol tudom, hogy semmiféle permet nincs beengedve, és ha ezt valaki megteheti, akkor talán ez egy megoldás. Vagy egy olyan rokon és egy olyan ismerős, aki hát ezeket a dolgokat előállítja, és ahogy az én szüleim, még édesapám élt például, mi tartottunk sertést, és mi etettük azzal, amit, tehát abba volt alma, ott volt minden, ami saját termesztésű kukorica, minden, és azt nem 3 vagy 4 hónap alatt hizlaltuk fel, magunk készítettük el a hurkát, kolbász, sonkát, pácoltuk, stb. Hát nyilván, és
És megint visszatérek arra, hogy itt azért Bácskában vagy Délvidéken még mindig több ilyen lehetőség van, és az ember egy kis utánajárással, kis kapcsolatfelvétellel azért nincs rászorulva a kizárólagosan génmanipulált áruk vásárlására. Csak egy kis utánajárás kell. Beszéljünk egy kicsit a táplálkozási divatokról is. Vannak-e nálunk ilyen táplálkozási divatok, divathullámok, például a bio? Van, igen. Most kezdenek visszatérni a paleolói táplálkozáshoz, de sokan jönnek, hogy ezt a táplálkozást kezdik újra követni, tehát ez az ősembernek egy táplálkozási módja volt, habár ez a világ már nagyon régen elmúlt, tehát nem úgy élünk, mint ahogy az ősember, és a... Jó, de úgyhogy... mit mond, mikor a bioboltjába bejön valaki, hogy ősember módra szeretne táplálkozni, hogy jó? Hát... tehát ez is egy divat szerintem, de... mindenki tudja, vagy érzi, hogy mi jó neki. Tehát én is szeretem a húst is, a zöldségeket, tehát a magvakat, de érzem, tehát hogy van ez a vércsoport szerinti diéta, mondjuk rá, a vércsoportok szerint egyes vércsoportok nem tolerálják a gabonaféléket, és ebben van is valami, hogy tehát abból alakul ki a lisztérzékenység, vagy a laktózérzékenység, tehát nem csak mint a kultúránk, vagy fölgyorsult világ miatt, hanem vissza kell nézni, hogy vissza kell térni egy kicsit tényleg, hogy mi jó nekünk, vagy mi, nem mindenki egyformán jó, ha táplálkozik. Tehát erre nem lehet egy sablont húzni, hogy mindenkinek az az étrend jó, vagy mindenkinek a vegetarianizmus jó. Tehát és ezt az ősember diétát általában meddig bírják az emberek? Én hallottam, a két napig vagyok ősember típusról. Van, aki húzamosabb ideig... diétázott. Ez a... Elnézést kérek, én gasztronómiával foglalkozom, de mi ez az ősember típusú táplálkozás? Világosítsatok fel, szerintem a nézők sem tudja. Ez a paleolit étrend, nem igaz, hogy nem hallottam. Nem, hát, nem, bocsánat, én szégyellem magamat, de miért? Két paleolit táplálkozás, mert hát annak idején, hogy nem volt, nem termesztették még a növényeket, tehát akkor csak a húst fogyasztották, vagy pedig a vadakat. Uh-huh. És a nem is tudta, hogy így él. Igen, úgyhogy paleolitáplálkozást követ a mellettem ülő úr. Tehát a gabonaféléket az ember nem tudja megemészteni, és ez gondot okoz, és sok betegségnek ez a... De akkor miért térnek be a bioboltba, hogyha ilyen életre... Van, szabad egyes dolgokat fogyasztani, kókuszsírt, vagy olyan olajokat, vagy... Tehát megvan az étrend, hogy mit fogyaszthatnak és mit nem, de főleg húst. Na most akkor én azt kérdezem, hogy ezen a térségen ezt a kókuszsírt, meg a kókuszdiót honnan szerezték be annak idején, mert hogy itt hát, soha nem hiszem, hogy termesztették. Hát itt nem, de tulajdonképpen nem is innen származunk, úgyhogy végül is azt nem tudom. Hogy dönti el, hogy áttér egy ilyen étrendre? Ez komolyan. Tehát nem lehet ezt az étrendet... Mi hívtunk egyébként ilyen embereket, és nem vállalták. Tehát rengeteg embert próbáltunk így összeszedni, akik megrögzötten követnek egy-egy ilyen étrendet. Kíváncsiak lettünk volna éppen erre, hogy most honnan jön ez a gondolat, és hogy működik ez az egész. Sajnálom, hogy nem jöttek végül is közülük. Ön tudja esetleg a választ, hogy hogyan jön? Nem. Tehát, hogy honnan? Hogy... Tehát, hogy egy embernek honnan jön ez az ötlet, hogy akkor ő hát most lehet, ezt hogy ez divat ki. Is, de... Tehát, hogy valószínűleg inkább divathullámok, de szerintem a térségben megvan tényleg, hogy az az embercsoport mivel táplálkozik, mert az égtájánként, kontinensenként változó, hogy például a laktózt hogy tolerálják az emberek, például az afrikaiak, ázsiaiak a laktózt abszolút nem tudják, tehát 90%-ban nem tudják megemészteni. Tehát ők nem táplálkozhatnak tisztán tejjel, és fordítva. Tehát, hogy ezt a tájegységet vagy kontinens szerint vissza kell térni a gyökereinkhez, ahogy táplálkoztam. Valószínűleg csak jó. Tehát a hajdinát is sokan visszaállították az étrendjükben, a hajdina lisztet, sokan sütik a kenyeret. Igen, ezt hallottam. Nagyon sokan kezdték újra sütni a kenyeret, vannak ezek a modern kenyérsütőgépek, de magában a sütőbe is lehet sütni nagyon, és ízesek ezek a kenyerek, táplálóak, a és nem fölfújtak. A Péknél megvásárolt, felfújt kenyereket köszönöm szépen. Én magam is sütöm a kenyeret,
de jó minőségű búzalisztből akár. Sokszor keverek hozzá különböző, pont a bioboltokban vásárolt magvakból, és az a kenyér még egy hét múlva is kenyér. És ízesebb, táplálóbb. És táplálóbb. Érzi az ember, hogy valamit megérte. És nem kell hozzá kenyérsütő gép, be kell dagasztani jó minőségű élesztővel. Titka talán az, hogy ki kell várni, tehát kétszer, legalább kétszer 40-45 percig kell éleszteni, és utána kell sütni, és akkor biztos, hogy itt szokták eltolni az emberek, hogy csak egyszer kell esztik. Na most itt azt hiszi a kolléga, hogy megint csak ő ugye egészségesen táplálkozik, de megint csak azt mondta, tehát azok a valamikori fajta buzák már egy sem nem létezik. A ma ilyen 8-9 tonnákat akarunk mindannyian termelni hektáronként, és nyomassuk különböző lomtrágyákkal, műtrágyákkal hajtassuk a gabonát. Úgyhogy tehát itt sajnos a liszt is, amit ugye vannak olyan lisztek, amik azért tönköly például, és van is olyan gazdaság, ahol megbízható liszt. Van, és abból nem rimbatom magamat abban, hogy én most egészségesen vagy nem egészségesen táplálkozom. Én csak emlékszem, hogy régebben ünnepnapokkor a nagymamám sütött kenyeret, és akkor elmondta, hogy hát kisfiam, tudod, mi régen így szoktuk sütni. Uh-huh. És emlékszem annak a kenyérnek a minőségére, és azt a kenyeret, hogyha megkenem libazsírral, sóval, paprikával, lilahagymával, más, mint a bármelyik péknél vásárolt kenyér, amelyet így összetudok egy kis gyufás katja nagyságra nyomni, és amit másnap már fel se tudok szeletelni, mert darabjaira esik. És egyébként egy kiló párizsival sem laktat. Így van. Én gasztrokultúra és minőség, és erről beszélek. Reklám. Új kínálat az Elzett biztonsági zárszaküzletben Szabadkán. Kulcsok másolása és biztonsági rendszerek szerelése, zárbetétek és lakatok azonos kulccsal való nyitási lehetősége. Ezen kívül minőségi zárak, lakatok, zárbetétek, pántok, kilincsek, tolózárak, ajtó és ablakvasalás kis és nagy kereskedelme. Az Elzett Certa Kft. 12 éve az Elzett márkanév hivatalos forgalmazója. Szabadkáról bármely településre az AXE Express gyorspostával házhoz szállítjuk a megrendelt árut. Elzett Certa Kft. Szabadka, Priboj utca 9, 024 687 050, www.elzettszó.rs, 024 687 050. Elzett, egyenlő biztonság. DDG Fashion. Ajándékozzák meg magukat a kiváló minőségű DDG divattal. Noa és Varomoda világmárkák elérhető áron. Hamarosan érkezik az új téli kollekció. DDG Fashion. Dimitrie Tucovic utca 10, Szabadka. Telefonszám 024 533 399. 024 533 399. A legexkluzívabb újévvárás Szabadkán a Galéria Hotel panoráma éttermében. Svéd asztalos ételkülönlegességek, korlátlan italfogyasztás. A zenét Sőn Ignác és csapata biztosítja. A panoráma étterem egyedisége és a városra néző legszebb kilátás biztosítja a tökéletes hangulatot. Érdeklődni a 024 647 282-es és a 024 647 100-as telefonszámon lehet. Új évezzen a Galéria Hotel panoráma éttermében. Visszajöttünk még egy kicsit a táplálkozásról, az étkezési kultúráról beszélgetni vendégeimmel. Jöjjön a negyedik mondatpár.
olvasom, a paleolit étrendhez ilyen életmód illene, és persze igazi paleolit ember módjára illene meghalni 30-40 évesen, ez az egyik mondat. A másik pedig, ha már felküzdöttük magunkat a tápláléklánc csúcsára, akkor nem fogok a mezőn legelészni állatvédelemből. És az állatvédelem kérdését akkor oda intézném, mert hogy nagyon sokan mondják, majd kérlek téged is, hogy itt szóljál bele, akik növényi táplálkozásra tértek át, és kulerról álmodnak közben, hogy ezt állatvédelemből teszik, mert szegény állatnak milyen rossz. Nem rossz annak a szegény állatnak, tehát az én udvaromban megtalálható a gyöngytyúk is, a parlagi kakas is, a kacsaliba, mindenki boldogan él körülbelül itt november végig, ilyenkor aztán elkezdjük őket szépen sorban vágni, és megeszik. Úgyhogy, de egyébként... Jó, de egyébként mi a gond azzal, vagy ön legalábbis hogy látja? Nekem is van egy gyerekkori élményem, apám még tartottak egyetlen egyszer egy bárányt. És azt mindenki nagyon szerette, de eljött így a november, és a báránynak annyi lett, anyukám megfőzte, és valamelyikünk megemlítette az asztalnál, hogy szegény Berci, na onnantól kezdve a Bercit senki nem ette meg. Hát azért tegyük már sorrendben a dolgokat, tehát nem mi vagyunk az állatoké, hanem az állatok vannak miértünk, és szerintem ez így az életnek a rendje módja. Ahol az állatokat tehát elkezdik megnevezni, becézgetni, játszani vele, ez olyan, mint az én Marci cicám, akit hát szobatársam is, és tehát elképzelhetetlen. És nekünk is volt bárányunk, mi is becézgettük, meg játszottunk vele, meg beengedtük a lakásba szinte, meg stb. És megették? Azt sem tudtuk megenni a végén. Uh-huh. Tehát világosan kell látni, hogy mely állatokat szánjuk táplálkozásra, azt úgy is kell kezelni, úgy is kell tartani, és melyek azok, amelyek a házi állataink, úgymond a kedvenceink, azokkal, tehát is ezt... Macska, kutya, kész. Szóval felnőtteknek kellett tisztázni szerintem, hogy miért hozták be ezt a bárányt az udvarba. Azért, hogy elfogyasszuk, felneveljük és elfogyasszuk, vagy pedig a gyerekek játszanak vele. Mert ha gyerekek egyszer megszeretik az állatokat, és ezt a saját tapasztalatomból tudom, akkor igaz, hogy minket elküldtek a nagymamához pár napra. Mikor visszajöttünk, ez volt az első kérdés, hogy úgy szintén, tehát Matyi és Zsófi két bárányról van szó. Én nagyon sokáig ezért nem is ettem a birkahúst. Varbai Andrásnak köszönhetem, hogy visszatértem a birka paprikáshoz, mert ahogy ő készíti, azt nem lehet nem szeretni. Csaba, otthon az állatoknak van nevük? Nincs. Nincs. Tehát lovaknak van nevük, de... De az is csak vezényszavak, nem? Vezényszavak kedvéért. Igen. De hallgassuk meg azt is, aki egy ideig vegetariánus volt. Hát, hogy nekem miből jött? Abból, hogy egyszer láttam egy videófölvételt, kedvesen mutatta, amikor is egy olyan állatfarmot mutattak be, ahol pontosan ilyen inekciózás, csőrelvágás mi egyéb, tehát most hagyd ne meséljem el a brutalitását, ahogyan bántak ezekkel az állatokkal, és én onnantól kezdve egyszerűen nem tudtam többet megenni a húst. Tehát innen indult az én vegetarianizmusom. De mit jelent az, hogy nem? Így, hogy azt mondtam a következő naptól kezdve, hogy én többet húst nem eszek. Na most természetesen az idő folyamán azért ez egy kicsit módosult, mert ehhez hozzátársult egy érdekes dolog, az ízlelés módja és a maga az ízlelés. Tehát elkezdtem érezni az ízeket is másként. Tehát én mondhatom azt, hogy tudom milyen, amikor hús teszek, és tehát milyen az az íz a számban, és milyen az az íz a számban, amikor csak növény van. Tehát egészen mást jelent. Tehát sokkal kifinomultabb például a szám egy sárgarépára, mint amikor húst teszek. Te vagy bizonyos zöldségek ízére. Csaba, hogy néz ez? Egyszerűen, tehát ezt tapasztalatból tudom mondani, és most igazából itt nem is az a kérdés, hogy pró vagy kontra, ez egy teljesen szubjektív dolog, de mondhatom azt, hogy például akikkel én beszéltem, és akik vegetariánusok lettek, azok nagyjából mind ilyen jellegű beszámolóval jöttek. Másként érzik az ízeket, kifinomultabb az ízlelés például.
ha már beszélhetek itten szakács szempontból, ugye, eddig mi arról beszélgettünk, hogy hogyan hatnak az egészségünkre és a szervezetünkre bizonyos ételek. Hogy miért tegyünk szalonnát, vagy miért tegyünk magvakat, vagy ne együnk, vagy stb. Viszont itt most egy más sínre is mehetne ez a beszélgetés, hogy nem muszáj, de a Béla, amit elmondott, és ezen a ponton kezd számomra érdekes lenni a gasztronómia, mert tehát személy szerint nekem teljesen mindegy, tehát én ugyanúgy szeretem a sütőtököt is, ugyanúgy szeretem az édességeket, ha egy jó disznótorosra is, és nagyon szívesen elmegyek a Hurkakolbász Fesztiválra, de ugyanúgy a bioboltból is nagyon szívesen vásárolok, azért, mert számomra ezek ízkalandok. És ténylegesen más egy böjti napon elkészített étel, nekem most pénteken lesznek vacsora vendégeim, és adventben nekem kizárólagosan, ugye, tehát húsmentes ételeket kell elkészíteni, és már most fantasztikus kihívás és élvezet összeállítani. A vendégek is boldogan menjenek haza. Biztos vagyok abban, hogy olyan gasztro élményben részesítem őket, amelyet én már most elkezdek kitalálni, és már most a fejemben összeállnak azok az ízkombinációk, és másként jelentkezik a sárgarépa, hogyha önmagában fogyasztom, sárgarépát főételként tálalom például, vagy hogyha köretként adom valamihez. És a gasztronómia és a gasztrokultúra itt kezdődik, hogy lehet akár olcsóbban is fantasztikusan tápláló ízvilágokat az asztalra varázsolni, anélkül, hogy ezeket a párizsiakkal tömném, meg ezek az olcsó pástétomokkal tömném a családomat, a gyerekemet, és természetesen lehet nagyon gazdagon is, tehát drága dolgokból, drága alapanyagokból. De hogy a táplálkozásnak, és innentől kezdve beszélhetünk gasztrokultúráról, magyar gasztronómiáról, vagy francia gasztronómiáról, amikor ezek az ízek jelentkeznek az asztalon, és itt nem értem meg például azokat az embereket, akik ha nekem nincs ekkora nagy darab hús az asztalomon, akkor én oda se ülök. Vagy például, ha valaki azt mondja, hogy hát én csak magvakkal tudom elképzelni, vagy éppen nagyon ilyen bioételkel. Tehát a gasztronómia az egy kihívás, az egy kreativitás, és tápláló, ugyanakkor viszont a zöldségek önmagukban is lehetnek nagyon kreatívak, nagyon finomak. Finomak, hangsúlyozom. Mert és itt egy szakács, vagy egy szakácskodásban jártas embernek azért itt nagyon kifinomultnak kell, hogy legyen az ízlése. És plusz hozzá milyen borokat lehet kóstolni esetleg. Szeszes italok, a párlatok, a pálinkák, amelyek viszont Bácskában, délvidéken nagyon jártassak az emberek ebben. Ezt ismerni kell. Meg idő is kell hozzá, nem? Természetesen. Mert hogy sokszor hallom, hogy az a gond, ugye, hogy a nők is már dolgoznak, és fél órán van összecsapni egy ételt nagyon gyakran. Igen, de erre érdemes olyan szakácskönyveket, vagy olyan étel ötleteket beállítani, amelyekre azt mondom, hogy tehát fél óra alatt is össze tudok hozni a családnak egy kiadós, finom, értékes, érdekes ételt. Nem például, hogy az önbejegyzéseit nézik a Facebookon, akkor lesz ötlet. Záró mondatokkal megyünk tovább, jó? Annyit mondanám, hogy igenis a gasztronómia nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a helyes táplálkozást is azon keresztül végig lehet vezetni, és be lehet vezetni úgymond azokat az ételeket, élelmiszereket, amikre a szervezetnek szüksége van, amelyiket előnybe kell részesíteni, tehát ezáltal tudunk úgymond segíteni, hogyha a diéta mellé megfelelő gasztronómiai varázst tudunk nyújtani, annak a valakinek akkor tudja igazán majd betartani azokat az étrendi szabályokat, hogyha ezt én még csak arra kérném, hogy egy-két példát, hogyha elmondanám, amilyenek kell találkozott már a praxisa során? Hát mondjuk rá azok, akik tényleg úgy megfogadják, hogy most én ezt a helyes táplálkozási étrendet betartom, akkor megtesz mindent azért, hogy az, ami elő van írva, hogy reggelire ezekből a tápanyagokból választok, tehát tojásfélék, tejtermékek például, akkor jön az ebéd, egy húsvilág, akkor jön a vacsora, az mondjuk rá inkább zöldségféle, meg ilyen sajtokból. Tehát az, aki ugye erre hangsúlyt fektet, de akkor nem úgy abba
blokkokba, hogy most ez máma, holnap, holnap után ugyanaz, hanem hogy minden este és minden reggel, vagy minden ebédnél van egy újdonság, egy varázslat, vagy egy újabb fűszer, vagy egy másik gondolatból indult ki, egy másik irányból. Tehát most egyik nap pároltam, mások nap körítésnek. Tehát így valahogy egy ilyen kombinációban. Tehát nagyon fontos a kombináció is, hogy mit mivel lehet kombinálni, az is egy táplálkozásnak egy fő része, hogy egy diéta sikeres legyen, hogy mit mivel is lehet kombinálni. Köszönöm. Hát nem tudom, ez számomra a legfontosabb talán az, hogy a tanulság vagy tanítás az, hogy nem maradjak a szokásaim rabja. Tehát megpróbáljak eddig kíváncsi, nyitott lenni ahhoz, hogy megismerjek új lehetőségeket, és több nézőpontból tudjak nézni dolgokat, és ez nyilván kinyitja a lehetőségeket ahhoz, hogy például egy újfajta táplálkozás felé tudjak elindulni. Nekem például az India történetem ezt jelentette. Tehát a fűszerek, mint olyanok számomra ismeretlenek voltak mindeddig, míg nem mentem el Indiába. És nem fedeztem fel azt, hogy mennyi lehetőséget nyújt. De ugyanakkor felsorolhatnék számtalan ilyen példát. Egyszerűen nyitott szemmel járni, és elég kíváncsi lenni ahhoz, hogy az ember tudjon ebben a dologban fejlődni. Erről azért eszembe, hogy nagyon sokszor hallok olyan mondatokat, hogy lehet, hogy valaki egy más kultúra ízvilágában jól érzi magát, mert hogy belénk van kódolva genetikailag a hurkakolbász például. Hogy ez hogy lép be egy ember életébe? Mm-hmm. Hát nyilván nagyon sok szempont vezetheti számomra, nyilván most csak a szubjektívet tudom elmondani, egyfajta kíváncsiság, meg egy olyan fajta lehetőség meglátása, ami az ízek kombinációja. Tehát ezt itt nekem semmi nem tudta nyújtani, mint például az indiai ízvilág, vagyis hát azok a masszalák, vagy nem tudom én fűszerek, amit nyújtottak. Tehát számomra például a vegetarianizmus itt vajdaságban is csak úgy tudott megélni, hogy azzal a fűszervilággal, amit én onnan magammal hoztam. De könyörgöm, akkor is a végén csak a kulen került az államba, nem? Igen, mert valószínű, hogy ezt hordoztam egész életemben, tehát az csak egy zárójeles rá. Igen, ez egy zárójeles volt. Csaba? Dolgok az embernek a fejébe dőlnek. Én az én életemben már több száz kilót leadtam diétával, tehát amikor eldöntöm, hogy diétázom, akkor igenis betartom a diétát. Nem abban van probléma, ameddig diétázok, hanem utána van a probléma, mert amikor az embernek először jön az agyba, hogy jól laktam, akkor én általában sosem nem szoktam abba hagyni az evészetet, hanem eszünk ugyebár tovább, zabálunk, és utána megint csak a diétához kell, hogy folyamodjunk. Ha mondta egyszer. Vannak ilyen emberek, akik minden hónapban legalább egy hetet vagy 10 napot fogyóznak vagy diétáznak, mert az sem mindegy. Zsuzsa? Hát az emberek számára választási lehetőséget kell nyújtani, tehát hogyha van vegetáriánus, tényleg annak minden széles választéka van, mit fogyaszthat, akkor a húsból is tényleg rengeteg választék van, tehát változatosságra kell törekedni, az embernek kíváncsinak kell lenni, mindent kipróbálni, a számára mi a jó és mi a ízletes, és főleg, hogy mi az egészség szempontjából a fontos. Köszönöm mindannyiuknak, hogy itt voltak. Önöknek köszönöm a figyelmet, jövő héten is lesz Rekontra, akkor is kedden, 8:30-kor. Szép estét!